Tehát, hogy a rezsicsökkentésnek azt a formáját, amit Orbán Viktor kitalált, azt nem szeretnénk fenntartani. Micsoda ostobaság volt ez az annak idején így rezsit csökkenteni. Lehet rezsit csökkenteni. Hogy ne lehetne? Kevesebb vizet kell használni, kevesebb áramot kell használni, kevesebb gázt kell használni, át kell térni megújulókra. Persze, lehet rezsit csökkenteni. Le kell szigetelni a házakat. Mi fontosnak találjuk a rezsicsökkentést. Kiszámíthatóbbá vált a családok élete, előre tudnak tervezni. Árammal lehet spórolni, ha nem néz az ember se tévét, semmit, csak a hűtőszekrény megy egy szám. Mással nem lehet spórolni. Árammal lakunk a lakásba, és fürdeni kell. Most azt nem tehetem meg, hogy egy hónapban csak kétszer fürdök, hanem azért naponta vagy két naponta. Tehát teljes mértékben nem értek egyet, ahogy már kizárnak. A rezsicsökkentés az olyan mértékben segíti a családokat, hogy éves szinten esetleg több százezer forintot is meg lehet takarítani vele. Egy fiatal ember vagyok, de én érzem a pénztárcám, hogy ez sokkal jobb. Tudtam az életszínvonalamat emelni azzal, hogy kevesebb gázt, villanyt és vizet fizetek, és szerintem nagyon sok fiatal, hogy aki kerül az iskolából, esetleg egyetemről is elkezdi az életet. Az SZIA mentesség mellett még a rezsicsökkentés is szóba jöhet nála. Nem értek vele egyet. Szerintem nem ez a megoldás. Politikamentesen akárki akármit mond, nem így spórolnék. Örülünk a rezsicsökkentésnek. Én már mondjuk idős vagyok, de vannak gyerekeim, unokáim, és nagyon örülnek a rezsicsökkentésnek. Ki nem használ feleslegesen, és vizet sem, legalábbis mi sose, falusiak főleg nem. Mindig takarékosak voltak, mint most is arok vagyunk. Nem, hát az még szükséglet, a villany, a gáz, a víz, ez mind fontos. Úgyhogy nem szeretnék ilyenről lemondani. Az igazság az, hogy nem értek vele így. Hát én ezt egyik sem gondolom, mert ez egy szuper jó dolog, és tulajdonképpen ez a pénz a zsebünkbe marad. Én nem tudnék kevesebb vizet, kevesebb gázt, kevesebb villanyt fogyasztani. Fennmaradt egy bizonyos összeg, sokkal jobban tudok vele gazdálkodni. Hát aki ilyen csacsiságot mond, az valószínűleg nincsen teljesen tisztában a dolgokkal, hogy legyen hidegebb, meg fürödjünk hideg vízbe, meg hasonlókat mondani. Hát nem tudom, aki magára ad valamit, az ilyen őrültségeket nem mond.